Sziasztok, itt Orrász után! Folytatjuk a Professor Layton and the Last Spectre! Megmondom, hogy jól emlékszem, a c**os résznél hagytuk abba. Tehát használják bázisnak, hogy felfedezzék a szörnyet. És a csapat eldöntötte, hogy okos döntés lenne, hogyha még körülnéznének a hotel körül. Várjál csak! Mi van most megoldva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. De várjunk csak! Másik oldalon lehet, amit keresek. Ja, már tudom! Tudom, hol felejtettem el. Aj, de még nem tudok elmenni innen. Még így rejt egy puzzle. 147. Hát itt úgy kell gondolkozni, mint egy igazi kocka. Melyik illik bele, ami abba, ami hiányzik. Egyik, ez biztos, hogy ez. A másik a C, a harmadik az E. Biztosan azért, mert a hátulja az oka annak, hogy miért. A challenging puzzle, to be sure. Yes! I love the thrill of a good solution. 615 pikorát. Na pontosan ezért. Látjátok enni a résznél, hogy itt van három. Ezt még fel kellett állítani, hogy így. A C oldalnál itt van három, ez a kör, így akkor pontosan beleegyezik. Az E pedig valahol itt. Itt adja meg a választ. Itt vannak a jelek ahhoz, hogy meg tudjuk, hogy hogyan lehet ezt kirakni. Újabb így lezárva. Még egy. Furcsa ez a ház.
Nem tudtuk, hogy itt ő valaki. És tudta, hogy fejtől őket csinál. Elfejték ott a macska. Ne hagyj itt minket. Hát ez a maszka tud segíteni, hogy mit fejtettünk el. De itt nem közöl semmit. Megvan az old bottle. Ugye a régi évek. Pont itt van. Kis. Szóval egy a fájt vég. Újra találkozunk. Még minden hídon ott van. Itt volt a rejtett puzzle. A 18. Érdekes szöveges feladat. Szóval, egy csendes helyen, amikor sötét van, 10 lámpa ég. De folytonosan le kell cserélni olyan kötéket, mert olyan szarok. Gyengi minőségűek. Egy áttörik minden egyes két órában. Minden három órában cserél egyet a szerelő. Hány lesz égve 12 óra alatt? Na ezt a részt nem kell itt figyelembe venni. Itt este ilyesmi történik, de mi történik 12 óra után? Itt úgy kell, ott van a hangsúly, bocsánat, itt. 12 óra múlva mennyi lesz? A válasz pedig egyértelmű. Egy se. How about this? I knew I could do it! Bizony, a válasz nulla.
Ugyanis ilyenkor nappal van. És nappal mindent leoltanak, hogyha még így is valamelyik. Ilyen egyszerű volt ez a matematikai példa. Tehát nem kellett ezen túl sokat gondolkodni. Hogy tudsz mindenbe találni fejtörőt? Asszociáció ereje mindig van gyönyörű dolog. Van még egy derű, és tudom is, hogy hol van. Várja! Még valamit nem mondtam. Szóval itt van Bucky. Hogyha kéne hajózni, akkor van rendelkezésre hajó. Pontosan ilyesmi. Itt eldönthetem, hogy merre megyek. Pontosan így. És akkor ezt hívjam Fast Travel. Igen, Barlow! Persze! Itt van Barlow. Ezt hagytam itt. Egyet sem hagyhatok ki. Na, így 50% az esélye, hogy rájössz a helyes válaszra. Zervos barna kapitány. Nem gondoltam, hogy látjuk egymást. De nem is gondoltam, hogy én is látok téged. Itt meg fehér kapitány van. Melyik barna kapitánynak a hajója? A válasz az A. De persze nem olyan könnyű ám rájönni, hogy miért. Hát ez elég becsapós. This took some creative thinking. No puzzle is without an answer. 675. Hát, ha ránézek a vízre, vagy a hullámokra, még a hajóra. Van információd, ami segíthet? Akkor tudjuk a fast travel. Sőt, egy kis kajálás.
Jest też vacsora. Emi, az szálda nyitva van. Akkor vissza a hotelbe. Azt hiszed, ez valami játék. A köd növekszik ki. Már közel van a szörny. Akkor vissza a hotelbe. De erre nem lehet menni. Csak erre. Valaki még mindig van ezen a helyen. Azt hittem mindenki evakuálva. Szerintem minden itt lesz, veszélyes lesz, evakuálva vagy gyorsan. A fia úgy hívja, hogy jaj. Nem tesz semmit egy undvajatlan fiáját. Csak bántod magadat, hogyha nem menekülsz. Ne egy gyerekes. Jöjjön a következő pászol. Ha megfejtem, akkor távozik. What? 21! Tehát egy újabb matematika. Könnyű megfejteni, tehát itt az áll. Az első szám mindig a 9-es. A utolsó pedig az 1-es. Most pedig itt kell figyelni. Az 5-ös két nagy szám között van. A 3-as két kis szám között. A 7-es pedig... két nagy szám között. Ami azt jelenti... A 8-as ide tartozik. És a 7-es pedig ide. A 3-as ide, a 2-es pedig ide. Két nap között, tehát a 6-os meg a 7-es lehet. És így jön ki. I think I've got this one. You can't let a puzzle intimidate you. 715. Újabb halászi küldetés teljesítve. Megígérted, hogy távozol? Ígéret az ígéret. De nem fogok a spektrát. Mi motiválna rá? Hát magát. Itt is van egy. Te voltatok azok, akik küldöztétek azt a cicust.
Még neki is, hogy fejtörője számunkra. Számolni a macskákat. Na ez nem olyan könnyű megszámolni. Nagyon el tudok rejtőzni. De meg kell keresni itt a macskákat. Itt van egy. Kettő. Három. Négy. Ez talán valahogy itt az öt. Ez az öt. Hat. Hét. Jó, hogy valamelyik erre felé lehet. Így beírom. Some puzzles must be met directly. I love the thrill of a good solution. 750. Tehát hol van mindenütt? Ez rendben, ez rendben. Ez is, ez is. Ez. Ezt elég nehéz volt észrevenni. De tényleg itt okozom ott, hogy közelben van, de... És ez a nyolcadik. Stílusos. Tudsz valamit a spektről, ami itt rohan? Láttad? Különben nem olyan könnyű látni. Szerintem megjelenik, amikor nagyobb a köd. Nincs mindig este. És lehet, hogy gyorsan. Most ezt fejtem meg. Pontosan ide kéne passzoljanak. Mutatom is. Sebesség. Like this. Kettő megvan. Gyorsan menjünk be a hotelbe, miért megjelenik a Spectre. Mi a baj, Luke? Ezt a vászt akar elpusztítani a Spectre. És ezt a hotel is elpusztíthatjuk. Van másik vász? Nem tudom. Lehet szeretnéd, hogy haza küldjünk? Nem. Ha hazamegyek, akkor látom ki az apám. Azért vagy itt, hogy lásd a Spectre-t, ugye? Úgy van. Muszáj itt lennem. Biztosan van, hogy bármi történik is. Kösz, Mr. Layton.
csak ilyen volantozés, te. Én nekem is. Csak most kezdődik az este. Felmegyünk, amikor a Spectre megjelenik. Csak figyelj, de. Well, what do you think, Luke? Do you see anything yet? No, nothing. I'm still having a tough time buying all of this. It sounds like some scary bedtime story. Is this even possible? Well, we'll soon find out. And a poor little boy who predicts where the giant specter will appear. So what now? I mean, what if this thing never even shows up? What on earth could that be? It sounds like music. The flute. It must be a fool. Quickly to the window. Slow and walk. What is that thing? Ez lenne. Can this be? Spectre. I told you, this is it. The world is ending. Yeah, let's go. No, please. You can't go out there. No, mate. Luke. Where is that coming from? Luke, listen. We must keep a clear head at times like this. Do you understand? We can only uncover the truth if we stay calm and remain rational. Do you think you can do that for me? Nem látom ilyen vastag ködöt korábban, még Londonban is. Spectre egyik eleje ez. Borzalmas eleje van. Tehát tényleg épületeket pusztít, és biztos volt benne, hogy a hotelt is elfogja. Meg kell győzni a félelmet. Ez miért az megtörténik? Kövessük a Spectre-t. Egy pillanat. Tehát ez volt az, amit az első részben láthattatok. Ez, amit előzőleg láthattatok, az bizonyára az előzmény, mielőtt még Spectre elpusztította volna az épületeket. De hogy miért, annak még okát nem tudni. Spectre után. Elvesztette a Spectre-t. Különös. A köd nagyon vastag.
Mert van nagyok ilyen látni. Szörny ott van. Valami világ. Rossz érzésem van. És még a furúja is még megy. De honnan jön? Közel lehetnek. Senki más nem lát. Még követnénk el. De a halból jönnek. Nem hagyhatunk ki. Ott a valami zenét. Fújt igény. Ha ott a valami zenét. Hát a Brock Hazard te. Az a Spectre irányt taglal. Nem tud mit mondani arra a zenéről. Ja, persze meg kellett is kérdezni. Nem tudja, hogy ez full olyan, hogy oboa. Hogy melyik hiányból jött? Nem tud milyen pontos lenni. Hangos volt, mint a visszhangos. Visszhang. Minden, mint a minden irányból jön. Arról jön. Ötérdikes visszhangzás. Lehetséges? Ugye a Spectre furújája? Talán a zenei forrását megtalálhatjuk. Kövess! Aztán nem biztos akarna, hogy onnan jött a zene. A Spectre legendája Miss Halloway legrégébb meséje. A falusiak használták azt a furúját, hogy hívják a Spectre-t, hogy a betolakodóktól megvédjék magukat. Valaki megpróbálja megsemmisíteni Miss Hallerit. Ezt próbáltad elmondani? Igen. Ez a legendában van. Ha elköstelen, de szándékkal használják, akkor az emberiség életébe is kerülhet. És mindent elpusztít, hogy létrehozza a saját parancsot. Szóval ezért féltél. Igen, ezért. Csodás pusztítás. Ez az, amit a szünet teszni. De furcsa dolgokkal van emiatt. Látta a Spectre-t. De ez nem látta, hogy Spectre.
Hát nagyon nagy és nagyon dühös, hogy támadja a falut. Miért nem hisztek neked? Hittem neked, amikor a levélben, meg hogy Spectre megjelenik. És miért nem hisztek? Hát ez nagyon igaz fejtőt jelent. Mindent meg kell vizsgálni. Talán várhatnánk, hogy még jelenjen még egyszer. Látta valaki a Spectre lávát? Én nem. Szóval nem hagyott lábnyomot. Még vizes lehet. Igen, ez is észre se vettem. És az a zene. Üvető zajt hallott. Több információ kell ide. A legnagyobb nyom. Arról tud, hogy egy antik fúriát egy fúria elkelt a fekete piacon. Az lehet a Spectre fúriája? Talán, nem tudom. Bízunk el Luke ösztönei benne. Ez megéri, hogy utána járjunk a fekete piacon. Ez a legjobb nyomunk. Vagy az egyetlen. Viszont egy ilyen hotel. Az ágy manipulátorok. Negyedik fejezet. Na, utána kakukorekó. Hát, gyerek. Jó reggelt, Emi. Kiszállsz, hogy megtámad a napot? Egy úri ember nem sérteti a nőt. A mai tervezet kell még kieszteni. Fúrja? Tehát egy antik fúrját eladtak a fekete piac. Beszélt róla. De hol van a fekete piac? Ez gyors volt. Nem tudja, hol a fekete piac. Csak pejkákat hallott róla. Sosem volt ott. De talán üzlet körül kéne találni. Hát igen, a piacok lehetnek jó helyik az információhoz. Thank you.
Újabb puzzle? Első alkalom, hogy itt vagyok. Paper pair. Szóval itt egy papírt kéne kivágni. És vakiukat csinált ott. Úgy két észre kéne vágni. És nem hozzá kis semmit. Hát azt így kell csinálni. Like this. I think this is right. Igen. That was it. 780. Igen, pontosan ilyen állapotba kerülni. Akár hogyan is. Akkor itt azért indulni. Igen. Még egy kollektívból. Tudsz volna tesz megtenni? Talán igen, talán nem. De most jól vagyunk. Biztosan helyre mentünk a 301 kézbe. Ez kényelmesen. Elég. Puppet Theater. Na egyszerűen nagyon okosnak kell lenni. Megfelelő időben kell alkalmazni azt. Három. Most három szó van megadva. Na ez a Puppet Theater. De jó, el kell gondolni, mikor használjuk. Ha korán használjuk, akkor nem lehet megnyerni. Hogy a teljes legyen a végeredmény, hát az még szavakat kell gyűjteni, hogy mi passzolhat bele. Then I'm out. Az utcaba a kényelmesebb volt. Elő, hogy jól vagyunk. Hát ez soha nem tudtam. Látni akarjuk a piacot. Hát igen, finomság van. Hát az a nagy hídon van. Csak a kötélő hídat kell megmászni. És akkor. Köszönjük is egy Joseph. Thank you.
Mióta kaptak egy új rendőrfőnököt, könnyebb a nyomozás. A Katszóba Inspector. Még sérjeskedtem látni. Csak olyan nagy károk. Nos, ez egy elég érdekes matematika. Tehát... A summának egyenlőnek kell lennie ezeknél az óráknál. Tehát... Hogy kéne ezt kiszámítani? 1 plusz 2 plusz 3 plusz 4 plusz 5 plusz 6 plusz 7 plusz 8 plusz 9 plusz 10 plusz 11 plusz 12. Tehát ez összesen így 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28... 36, 45, 55, 66 és 78. Tehát, hogyha ezt elosszuk, akkor az úgy 39. Tehát úgy kell kiszámítani az egészet, hogy hogyan jönne ez ki így. Tehát úgy kell gondolkozni, hogy 10 plusz 11 az 24, aztán 33, plusz 1 34, plusz 2 36, plusz 3 39, úgy kijön. És a másik oldalnál. 9, 15, 22, 30, 39. Így jön ki. Ilyen egyszerű, és akkor nem kell még hintet se használni. A challenging puzzle, to be sure. A gentleman leaves no puzzle undone. És meg... Max szampolt szám. Pontosan így. Így kell kiszámítani ezt. És akkor kaptam egy új szót. De ez még nem elég. Egy emberi palacsinta. Jöjjük, jó a fáó. Ha valami megjelenik a hal, akkor azt jelenti, hogy van benne valami. Talán hinkol. Videó beszélni kell. Mások látom. Mi az, professzor? Van egy érzésem, hogy valaki követ minket. Hogy képzel. Talán. Na, most nem hallja. Még egy puzzle. What? 26? Ezt nehéz kirakni, úgyhogy intet fogok használni. 31 kísérletből meg lehet ezt csinálni. Az ilyenfajta állapotúakat a jobb oldalon. Két és több oldalon. Azt tegyem le.
Szóval tegyen fel az ilyen, azt a kétel alkotó ilyesmit. Tehát én így húzzam le. Aztán ezeket pedig fel. De aztán... Minden négy ilyesmét közepébe kell tenni, hogy megmozdítsam azt a két négyzetet balra és jobbra, ahogy szükséges. Tehát azt mondja, közepébe kell rakni. Valahogy így. Aztán... Várjátok! Le kell tenni azt a piros ilyet. Tehát ennek kell helyet csinálni. Akkor ide tudom mozdítani. És akkor ilyesmi fog kijönni. Nézzétek! Látjátok? How about this? I knew I could do it! Nyolcaszet. Újabb játékszer kaptam. Jövő is beszélt? Hallottál valami furulja az zenét. Elvitt legendával is, ami előidézi a Spectre-t. Ijeszt ezek bánokokon, de nem kéne. Mi az egy? Hát lehetséges, hogy nem erre kellett volna mennem. Amikor több pászot is kialkottam. Akkor azt néhányat még megfejtem. Újra találkozunk, barátok. Újra puzzle. 24. Moonlight Melon. A hercek és a hercegnő... Beszéltek egymásba. Két ország háborúban van, így nem lehetnek együtt a szerelmesek. És mindketten sírnak. Örömet kéne létrehozni, vagy szimbólumokkal. És csak a könyveket használhatom. És tudjátok, hogy kell csinálni? Elsőre rájöttem már. Azt hiszem. Talán hinttel. De ezt meg kell valahogy fordítani. De nem engedi, de miért nem? Valahogy így. Ez nem rossz, hogy egy kicsit visszáll. Főjel.
This took some creative thinking. Pontosan ilyesmi. No puzzle is without an answer. 800-200 pikora. Még mindig maximum. És már eltűntek a könnyeike. Talán a boldogságot. Érezhető volt. Még ide is kell mennem. Még így egy puzzle-ja van. Szakácsos rész következik, ha jól tudom. 25. puzzle. És 12 éjjendős ügynivaló van. Igazság szerint nem igazán itek hozzá, így ne kérdezzétek meg, hogy miért az a helyes válasz. Négyféle süti van itt, de valamelyikben de több krém van, de és vaj is, vagy csoki. Csak leírom ide, hogy egyes, mert nem igaz értek ezek a sütikhez. A challenging puzzle, to be sure. A gentleman leaves no puzzle undone. Megint Maxon. Csak le kell kóstolni egyet. A többit inkább jobban nem tudjátok, mert nem értek a szakácsok nyelvén. Boarding. Most már megint tudok nyitni. Köszönöm. Egér jelvény! Mit lehet ezzel csinálni? Nem nehéz kirakni. Nem kell más hozzá, csak csomó üzemanyag. Valahogy így kell kirakni. Na lássuk, jól. Jó a helyes válasz. Tehát így kell kezdeni. Tehát le is kellett rövidíteni azt. Dream Train teljesítve.
Hogy folytassam, a jó választ kell megadni. És más akció fog akkor létrejönni. Ha megtudjuk, hogy melyik az, akkor leokézom. Ha helyes a választ, folytatódik a szó. Ha rossz akció jön, annak bedendingje lesz. És itt lehet visszacsinálni mindent. Hogy lássuk, mi volt a helyes válasz. Ebből három van összesen. És amíg nincs meg a 47. puzzle, addig nem is érdemes az elsőt kipróbálni. Tehát bizony várni kell itten. Most ezek a szavak vannak megadva. De ez nem elég még. Jó, itt elabadjuk. Ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni. És innen folytatjuk. Az utat a piac felé. Úgyhogy ennyi volt mára. Szevasztok.